Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Még továbbra is a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 7. fordulójában járunk. Mondom ezt azért, mert tegnap már közvetítettünk egy rangadót, de talán a mai összecsapás itt Nemesapátiban nagyobb érdeklődésre tart számot, de komolyabb érdeklődésre tart számot, mint a tegnapi, de az sem volt azért semmi. Akkor a Magnetik András ide 1-0-ra győzött a Szengrót ellen, és azért ez egy picit már átrendezte a táblázatot. Itt pedig a Csács Bozsok Nemesapáti SE a Tar Andrássida SC-t fogadja. A vendégek ilyen ciánkék díszítésű sötétkék felsőben, illetve sötétkék nadrágban léptek pályára, a házigazdák pedig a narancs szerelésben, amit többször viselnek mérkőzéseken. Van egy szabadrugás, és gyorsan mondom az összeállításokat is, de ezt még talán várjuk meg akkor, ezt a pontrugást. Addig gyorsan elmondom, hogy tegnap már lejátszottak 5 találkozót, ebből egyet említettem, a Late 1-0-ra legyőzte a Szengrótot, a Zalalövő Gyenes Dias Kinizsi 0-3-mal végződött, Szepetnek Hévisz 3-0, nézzük közben az előreívelést, ezt kibólintják a csácsiak, és ott van egy lökés, tehát Szepetnek Hévisz 3-0, Flexibil Top Zalakomár Technorol Teskán 1-7, illetve egy szintén nagy különbségű győzelem a Lenti Téje Ese, oda az a 9-2-re verte a Letenye gárdáját, és most ezzel a mérkőzéssel egy időben, tehát a Csácsen Ese Andrássida mérkőzéssel egy időben kezdődött a horvát még Kiskanizsa Semjéháza találkozó is. Ez azért papírforma alapján talán vendég sikert ígér, de nem akarom természetesen előre elmondani, hogy mi is lesz a mérkőzésnek a végkimenetele. Egy jó labdaszerzés Andrássidai részről, akkor még ez a támadás, aztán jönnek az összeállítások, a lövéshez lepattant, levágódott, Meidl emeli ki, aztán Pajor Imre, Simon Falvi csinos coffal, Simon Falvi Gabó a csácsiaknál, ez pedig Círjéké. Na akkor gyorsan a kezdők. A vendégeknél a kapuban 29-essel Círjék Zoltán, 5-essel Bekes Gergő, 7-essel Tóth László, ő a házi gól király jelen pillanatban, 11-essel Szirai Bendegúz, a másik ígéretes gólvágó, 13-essel Cseke Patrik, 14-essel Csongár Péter, a rutinos játékos, 10-essel Szabó Martin, 21-essel Kalamár Milán, 22-essel Fábián Kristóf, 23-essel Hegedűs Viktor, és volt egy váltás a kezdőben, egy komoly lehetőség, amit nem láttam, csak a nézők felhördüléséből hallottam, hogy valami lehetőség adódott a vendégek előtt. Gyorsan fölkaptam a fejemet, de akkor már kint volt a labda. Tehát volt egy váltás még itt a kezdőben, először Fülöp Somát jelölte Dobos Sándor a kezdőben, aztán ezen változtatott az utolsó pillanatban. 26-ossal Cafit Balázs van ott most a gyepen, Dobos Sándor a vezetőedző, korábbi kiváló védő, az etében is sokáig focizott. A házigazdáknál a kapuban 1-essel Paksi Zsombor, 4-essel Meidl Zalán, 6-ossal Papp Tamás, 7-essel Péntek Botond, 8-essel Valagra Márk, 14-essel Pajor Imre, 15-essel Bíró András, 19-essel Simon Falvi Gábor, 20-essel Takács Soma, 55-essel Tóth Gergő, illetve 77-essel Bogyó Károly és Lepár Attila dirigálja a házigazdákat. Egy szabadrugás lesz majd nagyjából a Csácsi térfél közepétől lehet majd elvégezni, és ott van a labda mögött Tóth László is, de nem ő fogja ellőni. Egy lapos lövés is, ez be is fért volna oda bal alsóba, és már nem csak befért volna, hanem közelről meg is szerzi a vezetés Csongár Péter. Ez az 5. percben egy szabadrugás követően a kipattanót emelte a kapu bal oldalába Csongár. Gyorsan át is írom az eredményjelző táblát, ez szokott elmaradni. És a másik fontos dolog, hogy átlépek gyorsan a közösségi oldalra. Tehát előnyben a vendégek,
akik szenzációsan kezdték a szezont, 5 mérkőzést játszottak eddig, mind az 5-öt megnyerték, 25-2 imponáló gólkülönbség az András Idánál, de a Csács Enese sem sokkal gyengében teljesít. Ők is 5 meccset játszottak, 3 győzelem, 2 döntetlen, tehát 2 veretlen csapat összecsapása most itt a Csácsi sporttelepen, vagy a Nemecsapáti sporttelepen. Hajlamos vagyok Csácsot mondani, hiszen a csapat neve ezzel kezdődik. Jól kanyarodik a kapu felé, ez Círieknek nem okozott gondot. Varga Márk volt, aki elvállalta a szabadrugást, aztán Círiek hosszan előre. Érdekesség, hogy a házigazdáknál, most Paksi Zsombor kezdett, Szafet Jahics egyébként az első számú háló őr, ő is védett az etében. Aztán itt ragadt Zalában Szafet Jahics. Hát meg még tudnék mondani ezért olyan játékosokat, akik az etéből indultak, ki a felnőtt csapat, ki pedig az utánpótlás korosztályból. Azt azért gondolom, hogy a nézők, akik figyelemmel kísérik a megyei első osztály alakulását, azért jobbára tudják, hogy elég nagy mozgás volt a nyáron, nem csak az András Ide együttesében, hanem több más csapatnál is voltak fúziók, volt olyan csapat, amely kénytelen volt alacsonyabb osztályban indulni, gondolok itt az Olajmunkásra, és hát alaposan átalakult az András Ida kerete is az elmúlt, nem azt mondom, hogy az elmúlt évben, de az elmúlt időszakban. 2 évvel ezelőtt még egy osztályon feljebb az NB3-ban játszottak, 2 évet töltöttek, hogyha jól emlékszem, az NB3-ban az első év az szenzációsan sikerült, akkor hát, ha minden igaz, akkor 6. helyen végeztek, aztán rá egy évre pedig kiestek. Simon Falvi egy távoli löket, és Círiek pedig védi a jobb alsóba tartó lövést. De hát, hogyha Tar András Ida keretét nézzük, akkor gyorsan elsorolom, hogy kik a Zete nevelések, illetve kik játszottak az Zetében korábban. Círiek védett az Zetében, Kisbence, Horváth Erik, Bekes, Tóth László, Káli Dániel is még a gyerkőc korosztályban, vagy nagyon fiatal korosztályban. Szinai, Cseke, Csongár, Német, Kalamár, Fábián, Fülöp, Hegedűs, Kovács, tehát ők mind a Zetéből indultak, hát ki milyen korosztályból természetesen, de hát általában azért gyerkőc korból. Egy szabadrugás jöhet majd, még a saját térférő végezheti majd el a Csácsi együttes. Takács Soma, Pap Tamás, őt jól ismerjük, még játszott az Olajmunkás együttesében, aztán Kanizsán is, de az ismeretség nem innen innét adódik, hanem futszálozott a Göcsei SK NB1-es csapatában is játszott. Pap Tamás kiváló védő, és most azért beszélek sokszor a közvetítések során a futszálosokról, mert nagyon-nagyon szép időszakot éltünk meg. Ott voltunk, amikor pár másodperccel a meccs vége előtt NB1 belőtte Horváth Elemér a BM ellen a csapatot, aztán ott voltunk, amikor a legmagasabb osztályban szerepelhettek Pap Tamásék. Nála a labda. Egy nagyon jól összerakott csapatnak tartják az András Ide együttesét, nem véletlenül, hiszen a rutinos játékosok, illetve a nagyon-nagyon fiatal srácok egy remek ötvözete az András Idei gárda, Bolyó Károly, ő is ott volt egyébként abban a Göcsei SK-ban, amiről az előbb beszéltem, egy szenzációs technikai tudással rendelkező játékos, Bolyó Károly. Egyébként ő a házi gól király a Csácsiaknál, az András Idában, Tóth László. Voltak nagy arányú győzelmei,
az András Idán, gondolok itt mondjuk a Hévíz elleni idegenbeli találkozóra, az 12-0-al végződött, előtt a Csesztrege verték 5-0-ra, vagy a Zalalövőt 4-0-ra, tehát nagyon komoly gólkülönbséggel hozott mérkőzéseket eddig az András Ida. Dobos Sándort pedig már évtizedek óta ismerjük, én még jóval fiatalabb koromból, amikor zetemeccsekre jártam nézőként, és ott láttam a védő, talán jobboldali védő volt Dobos Sándor, hogyha jól emlékszem, aztán a későbbiek folyamán pedig nagyon jó barátság fűz hozzá, hiszen egy nagyon intelligens mesterről van szó, még a munkám során találkoztam vele először, aztán már amúgy is tartjuk a kapcsolatot, jó barátságban vagyunk Dobos Sándorral. Lepár Attila meg a gyerkőcömnek volt edzője, tehát most mondhatom azt, hogy nem csak az egyik, hanem a másik csapatmesterét is nagyon jól ismerem, és jó viszonyt ápolunk. Egy szabadrugással jöhetnek majd a vendégek. Nem esett szó még a játékvezetőkről, Lapat Dávid a mérkőzés játékvezetője, a két segítő, Füzi Péter, illetve Lapat Ádám. Füzi Péter van velünk szemben, azt viszont nem tudom megmondani, hogy Lapat Ádám, ő valamilyen rokoni kapcsolatot ápol-e a játékvezetővel, de hát komoly jelentősége talán nincs. Egy jó fejes Bogyó toldotta még meg, aztán kiugrásra kész, és majdhogy nem jó is lett a labda Szabó Martinnak. Ő futott lyukra két védő mögé közé, egy jó megelőzés közben ezt a Cafit mutatta be. Elvégezték már a pardobást a hazaiak. Varga szép volt a csel, a továbbítás kevésbé. Az indítás pedig levágódik, és majdnem labdához jutottak a csácsiak. Aztán egy gyertya, ami nem a pályán, hanem a lelátó mögött landol. Elég kellemes idő van, ugye mára még a hét elején komoly esőzést jósoltak, aztán ahogyan teltek a napok, úgy egyre inkább alakult át az időjárás jelentés. Egy sárgalapos figyelmeztetés lesz a csácsiak 8-asának, Varga Márknak. Ezt a találkozót feltételes módban tudtuk vállalni. Ha esőzés lett volna, akkor sajnos elmaradt volna ez a közvetítés, mert itt nincs a Nemesapáti sporttelepen fedett közvetítő állás, és hát ugye számítógépet, egyéb technikai eszközöket ki kell pakolni, és ez úgy sajnos nem megy, hogy akár letakarom egy nájlonnal, aztán alatta piszkálja az ember a műszaki dolgokat. Ketten támadták meg a hazaiak 14-esét, Pajor Imrét. Letámad Csács Enese, és meg is tudták zavarni Círiek Zoltánt, aki kirúgta az oldalon kívülre a labdát, most viszont már ott van a pálya területén Varga. És volt egy szabálytalanság ott a 16-os előterében, körülbelül egy 8 méter a 16-os vonalától lehet majd elvégezni a szabadrúgást a házigazdáknak. Jövő héten egyébként a másik rangadó lesz, most akár helyezésre, akár presztízsre gondolok, amikor majd az András Ida SC-je, Magnetic András Ida T-je együttesével találkozik. Nagyon sokan várják ezt az összecsapást, és ha úgy jön össze a programunk, ez pedig egy nem rossz próbálkozás volt. Círiek lehet, hogy ha egy picit laposabb ez a lövés, alacsonyabbra száll, akkor elér ide.
Meg csak futott most a labda után Szűriek Zoltán. Varga volt, aki előtte. Tehát az Andrásinál már említettem, hogy majd a másik hidai gárdával csap össze jövő héten. A Csács Nemesapáti pedig majd Jenes Diásra utazik. Egy szép megmozdulás, ami tapsra ragadtatta a nézőket itt a ülőhelyen. Elég sokáig nem volt egyébként ez a lelátó, de talán két éve, három éve, nem is emlékszem már pontosan, hogy mikor építették, de nagyon jól szolgálja a sportbarátokat. Közben elcsúszott a labda, Pajor éles szögből elvállalt, a Círiek pedig véd. Ketten is elvétették a labdát az András idejök közül. Nem tudom, hogy mennyire érdemes a táblázattal foglalkozni, hiszen elég komoly mérkőzés számbeli eltérések vannak, tehát most azt akartam egy picit bonyolultan megfogalmazni, hogy van olyan együttes, amelyik mondjuk 7 mérkőzést játszott, van olyan pedig, amelyik 5-öt. Tehát nagyon szétszórt ebből a szempontból a mezőn. Jelenleg akkor mondom, a Szepetnek áll az élen, a Magnetik András ide a második, 5 mérkőzésével is harmadik a Tar András ide gárdája. Az előző két együttes 7-szer lépett eddig gyepre. Közben pedig egy szabadrugás sem majd kifelé. A nagy gól különbségű győzelmét már elmondtam, az András Irának az első körben nyerni tudtak. A Gyenes otthonában a Kinizsi ellen nyertek 2-1-re idegenben, illetve egy másik szoros mérkőzés a Szepetnek gárdáját szintén 2-1 arányban győzték le hazai pályán. A másik három mérkőzésük volt a 12-0-5-0-4-0. A Nemesapátinál egy picit azért már más a leányzó fekvés egy idézőjelben. Az első fordulóban még augusztus 16-án 1-0-ra nyertek hazai környezetben a Lenti ellen. Aztán elhozták a 3 pontot is Zalakomárból, de ott is szintén csak 1 góllal. Ugyanígy 1-0-ra végződött az a mérkőzés. Aztán játszottak egy hazai döntetlent 1-1-re a Semjén házával. Nyerni tudtak a Technoroltescán, de otthonában 3-2-re mondjuk ez se sok csapatnak fog sikerülni majd. Közben egy labdaszerzés, egy jó bólintás, és érkezik a kapujából Paksi. 3-on is ott voltak közvetlenül a kapu előtt a vendég részről. De most jól lépett ki a hálóőr, és gyűjtötte be végül is a labdát. Van egy szabálytalanság, és Fábiánt intette nyugalomra a lapat játékvezető. Jó a továbbítás, illetve jó a kényszerítőzés is Bogyóval. Egy éles szögből leadott lövés. A Péntek volt az, aki balról előtte. Kicsit jobban alányult a kelleténél. Na szóval ott tartottam, hogy nyerni tudtak Teskándon a Csácsiak, illetve legutóbb, ez pedig még szeptember 13-án volt, amikor egy gólgazdag mérkőzést játszottak itt Nemesapáti sporttelepen a Letenyével, ez 4-4-re végződött, és van egy halasztott mérkőzésük a Szengrót vendégeként, majd november 29-én játszanak. Egy jó lefordulás közben Szabó nem tudta bevinni a labdát, aztán szépen hozzák ki a hazaiak. Takács Soma volt az, aztán csimbetette hátra, viszont a labda marad a hazaiaknál. A mai nap különben Gártonyban kellett volna utaznunk, a Nagykanizsa MB3-as labdarúgó csapata ott vendégszerepel, és azt a meccset adtuk volna, hogyha helyi adottságok megfeleltek volna minimális technikai követelményeknek, tehát ne a pálya
szintjéből kelljen adnunk, hanem valahol ott a felezővonal környékén egy icipici építmény, ami legalább egy fél méterre, méterre kiemelkedik a pályaszinttől, de hát ez sajnos nem adott Gárdonyban, ezt beszéltük meg még a héten az ottani technikai vezetővel, azt mondta, hogy ők nagyon szívesen látnak vendégül bennünket, de sajnos építkezni közben nem tudnak. Hát valószínű, hogy majd a jövőben ez is megoldódik, de annak sok értelme nem lett volna, hogy itt a lábak közül kamerázzuk végig a mérkőzést, mert így azért majd, hogy nem élvezhetetlen, vagy mondom azt, hogy élvezhetetlen egy-egy közvetítés. Egyelőre nem tudtak előrébb jutni a hazaiak. Van egy bólintás, aztán bíró felé pattant a labda. Elhozzák a vendégek, Círjék egyből vissza Szabó Martin felé. Dobhatnak a vendégek. Egyébként elég sokan jöttek át Andrássy Dáról is szurkolni Dobos Sándoréknak. Egy kis feljáték. Simon Falvi. Ő a Kanizsától igazolt a Csács NSE-hez. Rutinos korosztályt képviseli Simon Falvi Gabó. Nagyon mondanám azt, hogy jó srác, de tényleg egy nagyon-nagyon jó viszonyt ápolunk vele. Évek óta még Pécsről tért vissza az Zalaegerszegre. Abban az időszakban több alkalommal beszélgettünk még a rádióban is, de egy nagyon intelligens és egy nagyon jó futballistáról van szó. Volt az ECE csapat kapitánya, ugye említettem, hogy játszott Pécset, aztán Győrben is, de hát nem csak ezek voltak az állomások. Megbízható jó focista Simon Falvi Gabó. Az elmúlt évben sokáig sérült volt, egy nagyon-nagyon ronda húzódás volt a combján, épp itt van előttünk, de aztán hamar felgyógyult belőle, és igazából azért váltott alacsonyabb osztályba, mert ő már úgy van vele, hogy a civil életre készül. Azt mondta, hogy az MB-s napirend, hogy úgymond az edzések és egyéb kötelezettségek már nem nagyon férnek bele. Itt még a megyei első osztályban ő úgy gondolja, hogy hasznára lehet a csapatának. Simon Falvi bólintja ki éppen a labdát a szoldalon kívülre, dobhatnak majd a vendégek. Legutóbb még egy nyári felkészülési mérkőzésen a Páter Domb, Zalaszentgyörgy megyekettes felkészülési mérkőzésen találkoztunk vele, Horváth András nagyon jó barátja, akkor elmondta Simon Falvi Gabó, hogy csak ő miatta ment ki a meccsre, hogy ott legyen a barátja mellett. Akkor beszélgettünk egy jó 20 percet, 25 percet, az ritkán jutunk sajnos ehhez, hogy nyugodtabban tudjunk egy picit beszélgetni, de akkor éppen adódott rá lehetőség. Papp Tamás emelte ki oldalra, aztán Tóth Gergő nem tudta bent tartani, megint csak vendégpardobás következhet majd. Elnézést, hogyha sok személyes élményt is elmondok a játékosokkal, illetve az edzőkkel kapcsolatban. Tóth László ment el a labdáért. Az örök ifjú. Öt mérkőzésen rúgott 8 gólt eddig Tóth Laca. Jó a visszatett labda, vagy legalábbis jónak tűnt, és nagy lendülettel érkezik Tóth Gergő. Még volt idő hátraadni Círjékhez a labdát, aztán egy előreívelés. Volt egy fejes, de ez rossz helyre ment. Cafit. Tóth László 16-oson belül és a lövésébe beleléptek. Marad egy dobás formájában az Andrássy Dánál majd a labda. Takács Soma volt az, aki majd hogy nem spárgázva blokkolta a lövést. Egyébként szép számmal
vannak itt kint a sporttelepen, tehát ezt már tegnap is elmondtuk, hogy nagy valószínűséggel ez a mérkőzés lesz a legkeresettebb idézőjelben a megyei első osztály szerelmesei között. Takács átfordítja a túloldalra. Varga, megint Takácsoma, eléggé csúszik a pálya talaja, Szirai került a földre egy pillanatra, azért látni, hogy ott a 16-os előterében, illetve a hazai térfél közepetáján elég mély a gyepszőnyeg, azért jócskán esett az elmúlt napokban. Jónak tűnik az indítás Pajor felé, és lefújta a lapat játékvezető, és mintegy 17 méterre Círiék kapujától el lehet majd elvégezni . Na, hogy ez kinek mutatta föl most lapat játékvezető? Hát csak sejtéseim vannak. Ott volt Szabó Martin, de szerintem nem ő kapta a lapot. Három tagú sorfal. Levágódik. Aztán másodjára már kiteszik, igaz, rossz helyre a védők. Én Hegedűsre tipperek egyébként az előző sárgát illetőleg. Idézőjelben azért odaírom a neve mellé. Újabb dobás lesz majd a házigazdáknál. És most már a 28. percben járunk. Meidl, kint volt már a labda. Egy esztendőben három őszi, illetve három tavaszi mérkőzést közvetítünk már az elmúlt évek hagyománya szerint a megye egyből. Most volt egy elmaradásunk, hiszen ideje korán véget ért az elmúlt bajnoki szezon, csak az NB1-et játszották végig. Közben kapunk majdnem egy labdát, és ez a tartozásunk megmaradt, úgyhogy áthúzódott a mostani őszre. Úgyhogy ez a negyedik mérkőzés, ami idézőjelben képernyőre került. Lehet az valódi, tehát idézőjel nélkül is, hiszen okos tévéken, illetve egyéb más kütyükön lehet nézni televízión is a meccseket. Nem full HD-ban, de HD-ban, tehát 1280x720 felbontás, ami azért igen-igen jó, tehát a televíziók többsége azért ebben ad. És mondom, a következő meccs a terveink szerint a jövő heti két András Hida összecsapása lesz. Tóth László már elvégezte a pardobást, aztán kapta is vissza Csongártól. Tóth, beközépre van egy bólintás. Szabó becsúsztatta ott a lábak alatt között. A labdát estében próbálta még tovább tenni Hegedűs. Aztán Pajor, és egy nagy védés Círiéktől. A bal alsót, a rövid sarkot célozta meg Pajor, de hárítani tudott Círiék. Varga Márk lesz, aki
beívelheti a sarokrugást. Nem íveli, hanem visszateszi megint Pajor. Kirugás. Éppen egy kézilabda mérkőzésről futottunk át, hát az is idézőjeles, mert tényleg 4:45-kor lett vége annak a találkozónak Zalaegerszegen. Egerszegi KK női csapata Marcelit fogadta, kikaptak az egerszegi lányok, ha jól emlékszem talán 10 góllal, de ezt követően kellett gyorsan összepakolnunk, aztán autóba ülni, majd ideérni Nemesapátiba, nem mint hogyha messze lenne Zalaegerszegtől, ez pedig egy jó kiugratásnak tűnt elsőre, Cirai volt ott, de megelőzte őt Paksi. De azért szaporáznunk kellett, és még itt ugye összeszerelni. Hát annyi technikai probléma adódott itt is, nem nálunk, hanem a házigazdáknál, hogy elromlott a nyomtatójuk, úgyhogy nem tudtak papíralapú összeállítást adni. Nem tehetnek róla természetesen, tehát nem korholásképpen mondjuk még véletlenül sem. De hát a másik gondunk még annyi volt, hogy közben a labdarúgó szövetség adatbankjába az aktuális mérkőzéseknek a jegyzőkönyvét hát általában egy olyan szűk órával a kezdés előtt felszokták tölteni. Hát ez többé-kevésbé megtörtént, a házigazdák összeállítása ott van, a hazai, a vendégeké viszont nincs, és közben hál' Isten voltak segítőink, akik bementek a játékvezetőkhöz, aztán kiírták a számítógépből, ők azért más felülethez férnek hozzá, mint ami az átlag szurkolók. A játékvezetők töltik föl mindig a meccs előtt az aktuális kezdőket, illetve cseréket, csak úgy érdekességképpen, de hát azért nagyon sokan ezt jobban tudják, mint én. Tóth László kap közben egy jó labdát, és egy remek kiugratás, és egy nagy védés. Most mondjam azt, hogy Paksi hárított nagyot, vagy inkább egy picit gyengén lőtt el Szabó Martin. Jöhet egy szöglet vendég részről. Ez majdnem érintés nélkül beakadt oda a bal alsóba, nem sokkal a kapufa mellett pattogott el a labda, aztán már Pajor indít, Varga, Pajor futna a védő mögé, az ívelés viszont egy picit gyengére sikeredett, ezt leblokkolták a vendégek. Majd van egy fejes Takács mentett, de az ő fejéről pedig az oldalon kívülre pattant a játékszer. Megint egy vendégdobás jöhet majd, Szabó Martin hajította be, Csongár. Simon Falvi finom mozdulattal, aztán hát Pajor, illetve Simon Falvi közé érkezett a visszapassz. Az András idei keretről csak úgy érdekességképpen mondanám, hogy említettem, hogy nagyon-nagyon fiatal a keret, tehát Kis Bence 2001-es, Horváth szintén, Bekes szintén, Cotter 2002-es, Bakó 2000-es, Pataki Temlén, Cinai 2001-es, Cotter 2002-es, Németh szintén 2002-es, Fábián 2001-es, Hegedűs 2003-as. Tehát ezek a srácok 17-20 év közöttiek, és ők alkotják azért a keret legalább felét, egy remek közbelépés. Merl, aztán Simon Falvi átfordítja túloldalra. Ritkán kerül át a labda Csácsi baloldalra. Nagy kedvenc volt
Bogyó Károly. Vele is nagyon jó barátságban vagyunk. Említettem, hogy szintén tagja volt a Göcsei SK-nak. És egy szenzációs futszálos, valamint nagy pályán is remekül tevékenykedik Bogyó Karesz. De hát az ő nevét még talán csak a bemutatáskor, meg ha jól emlékszem, egyszer ért labdához Tóth László közben. Hosszan előre, na egy nagy futás, Bekes. Most sprintelnek a társak, Csongár, de hát most már nincs náluk a labda, már mint az Andrássynál. Lefigyelte Tóth, hogy merre fog érkezni majd a labda. Bent tartani nem tudta, de az indítást megakadályozta. És ha már Bogyó Károly szóba került, akkor ő a Diósgyőrben kezdte pályafutását. Játszott Bükkábrányban, a Haladásnál, ugye a futszálban Göcsei SK, illetve szintén futszálban a Bőny együttesében. Játszott NB1-ben, illetve NB2-ben is Bogyó Károly. Fábián a labda mögött. Hát bő 8 perc van még hátra az első fél időből. Egy szabadrugást követően a kipattanót az 5. percben Csongár emelte a kapus fölött a hálóba. Tóth felé a labda, el tudják még bólintani előle. Egyébként Tóth László CK az Andrássynál. És befelé jár egy szabadrugás. Nem sokan múlt, hogy nem büntető. Talán itt fél méter. Két ember között szépen lépett el Tóth. És akkor történt a szabálytalanság. Ő azért már a rutint képviseli a Hidaiaknál, ő 89-es születésű, üzletében kezdett ő is, aztán focizott még Hévízen korábban. Tóth maradott a labda mögött. Laposan egyből a rövid alsót célozta meg, ebbe kétszer is beleértek, amikor kivágódott a labda. Cseke. Ez egy remek labda, Zafit, ez pedig Paksié. Jó a fordítás Pajornak, el is érheti még a vonal előtt, de nem kellett megtennie, hiszen hozzáértek a Hidaiak. Simon Falvi ezt kézzel vitte tovább, Hegedűs. Varga fogja majd megint elvégezni a szabadrúgást. Nagy a tömörülés ott a 16-os vonal a környékén. Szokás szerint majdnem minden csapatnál ezt látni. Ez viszont egyből a kapu felé megy. Egy pattanás után nem okozott különösebb gondot Círjéknek. Nem is okozhatott ebből a távolságból. Ezért az elég lassú labda volt, így hogy még földet is ért előtte, mielőtt eljutott a hálóőrig. Egy hatalmas kirúgás Círjéktől. Bogyó. Hát nem akarok komoly statisztikákat vezetni itt közbe, de talán másodszor ért a labdához Bogyó Karcsi a mai mérkőzésen. Vagy nagyon-nagyon közel ehhez a számhoz. Engedi tovább a játékvezető. Simon Falvi próbált egy sárgalapos figyelmeztetést kiharcolni időzéjelben valamelyik Andrássynak, hogy nem állt megfelelő távolságra a labdától, és rárúgta
az ellenfél játékosára, Lastit, játékvezető nem vette a lapot, talán kétszeresen is érthető, egyszer szokásos mondás, a másik pedig, hogy nem vette elő a lapot. Simon Falvi néz körbe, ott van mögötte Tóth László, aztán most már Pajor. Egy gyönyörű csel, hát össze is rúgtak. Tóth Gergő mutatta be. Péntek. Tóth. Tóth még mindig, aztán eladja, elpasszolja. Uha, ezt nem jól találta el Szabó. Simon Falvi, ez egy pontos labda. Varga. Tóth. Jól jön középre, meg is tudják szelídíteni. Bíró András volt az, és most már fordulhatnak a hidaiak. Az indítás nem volt jó. Takács szépen vette le. Higgadta, hozta ki. Megint Simon Falvi. Pajor. Pajor kapja vissza. Hagyták megfordulni, aztán kiharcol egy sarokrúgást. Pajor. Ha nem felejtettem el strigulázni közben, akkor ez a harmadik szöglet lesz majd a házigazdáknál. Akik egyébként ott lesznek a legjobb 64-be a Magyar Kupában. A Szekszárdot győzték le 2-1-re, úgyhogy Varga Márka az utolsó utáni percben szerezte a győztes találatot. Jól jön középre is! Uha! Ma szenzációs formában véd Círiék. Most nem is azért mondom, mint hogyha nagyon megdolgoztatták volna a hazaiak az első félidő bő 40 percében, de most volt egy nagyon komoly hárítása, le is ütközték, amiért jár kifele a szabadrugás, de még a duplázásra is odaért, ami a jobb alsóba tartott. Nem lett volna érvényes találat természetesen, de biztos, ami biztos, Círiék még azt is kipaskolt a kapuból, és elég látványos volt ez a két megmozdulás. Hoppá! Simon Falvi ütközött. Oda is ment András idei játékoshoz, átöleli Szirait. Nem is Szirai, Csongár. Szerintem ők futballoztak együtt Csongárral, sőt, majd, hogy nem biztos vagyok benne az András Ida gárdájában, hiszen Tomos Sándor kez alatt is játszott jó pár találkozót Simon Falvi Gábor. Nem megy be elsőre a labda, másodikra sem. Egy kis kiszorítósdi. És kifele a szabadrugás. Fábián kakaskodik egy picit ott a hazaiakkal. Ott van a játékvezető kezében egy sárga lap. Ő is kap egy figyelmeztetést már, mint Fábián Kristóf. A nézőtérről mondják, hogy nem is láthattad, hát elképzelhető, hogy minden részletét ennek a kis lögdősödésnek, a kaskodásnak nem látta a játékvezető, de azért van az asszisztens Füzi Péter a túloldala, hogy mindezt elmondja a játékvezetőnek. Takács. Felnézett és látta, hogy egy kicsit kiebb merészkedett a kapujából Círiék, és hát megcélozta úgymond félig üres kaput, hát jócskán mellé ment, aztán itt a nézőtéren mögöttem egy néző meg is jegyezte, hogy nem vagy te Babati Soma, mármint Takács Soma. Ezt azért mondhatta, mert az elmúlt
szezon utolsó fordulójában Babati Benjamin még a saját térféről emelt a Molfehérvár FC kapujába, és a szezon gólját lőtte a tavalyi bajnokságban. Ez a tavalyi bajnokság is még mondjuk azt, hogy idén ért véget. És eddig tartott az első félidő, nem hosszabbított a játékvezető. Csongár 5. percben szerzett találatával, a félidőben 1-0-ra vezetnek a vendégek, a Tar Andrássyra SC, a Csács Nemesopáti otthonában. A képünk itt marad, a hangot addig leveszem, 10 perc múlva jövünk vissza a folytatással.
Az utolsó pillanatig szólt a zene itt a sporttelepen, azért nem tudtuk a hangot korábban kitenni, majd de most Ipszó pillanatában húzták le a hangerőt a telepített hangszorókról. 1-0-ra vezet a második félidő elején az András, de innét kezdődhetett a, vagy innét folytatódhatott a találkozó, hogy kezdődhetett a második félidő. Tóthoz egy indítás, és Tóthot sodort el Papp Tamás. Tavaly egy alkalommal találkozott egymással a két csapat, méghozzá itt a Nemesapáti sporttelepen, akkor 4-0-ra maga biztosan győzött a házigazda, az András ide ellen, ugye második körre már nem került sor, az ismert okok miatt, az indítás nem volt pontos, aztán kiemelik most már a vendégek Simon Falvi fejjel tovább. Nincs még kint a labda, most már igen. Megy Zalán volt az, aki kipöccintette vonalon túlra. Tóth szépen fordul le, és jónak tűnik a középre gurítás is. A Paksi szedi föl, nem volt rossz. Tóth László középre adása, Szirai volt egyébként ott. Őt kereste a labdával. Papp Tamás. Tóth Gergő, aztán Papp kapja vissza. Kedves nézőink közül ketten is érdeklődnek mérkőzések iránt. Most megmondom őszintén, engem is érdekelne, hogy hogy állnak Gárdonyban a kanizsaiak, de sajnos nem tudunk részeredményt, illetve a másik 16 órakor kezdődött megye egyes összecsapásról sem. De hogyha esetleg valahonnét hozzáférnek az eredményhez, nagyon szívesen fogadom és megköszönöm előre is. Lesz egy szabad rúgás befelé majd. A 16-os előterében volt egy falt, ezt fújta le a lapad Dávid, és körülbelül egy 18 méterre Círiek kapujától lehet majd elvégezni ezt a pontrugást. Ez azért már elég veszélyes hely. Hát akkor legyen 20 méter, mert majdnem a 11-es vonalába állította fel a sorfalat Lapad Dávid. Na nézzük. El is megy a lábok alatt. Círiék biztos a hárit, jó formában van Círiék Zoltán, ez látszik. Mondom, annyira azért nem dolgoztatták meg az első fél időben. Viszont labda biztos jól élt együtt a játékkal. Valamint volt két bravúrja, igaz már Sipszó után, tehát ha a hálóba kötött volna ki a labda, akkor sem érvényesítette volna a játékvezető, de azért biztos, ami biztos, a két bravúr bemutatta Círiék. Kint van. A házigazdák dobhatnak. Papp Tamás. Tóth. Jó az első csel. Na, aztán egy lapot kiharcolt magának, most majdnem a szószoros értelmében Tóth Gergő. Négy sárga lap eddig, van egy kérdőjeles is a második félidő hajrájában. Hárman is álltak egymás mellett a András idejak, és feléjük mutatta föl Lapad Dávid a figyelmeztető kártyát, de én úgy gondoltam, hogy Hegedűs Viktornak címezve ezt. Fábián még az András idejaktól, illetve Varga, valamint most Tóth Gergő, akik begyűjtöttek egy-egy sárgalapot.
Várdony Nagykanizsa 0-1, Ecker volt a találás szerzője, nagyon szépen köszönöm kedves nézőnknek, Nagy Zoltánnak. Pap Tamás közben ráfér a Kanizsára is, most már egy jobb széria, mint ami az elmúlt időszakban sikerült nekik. Jól kezdték a szezont a kanizsaiak, aztán utána jött egy elég hosszú lejtmenet, amiből ki kellene jönni minél előbb. Ne legyenek problémák majd a végén, ugye meghatározó gárda az NB3 nyugati csoportjában a Kanizsa. Tóth. Első szándékból úgy tűnt, mintha ellőtte volna, vagy el akarta volna lőni Tóth László. Lendült a lába, aztán még hagyta, hogy még egyet pattanjon a labda. Talán ez volt a gond. Indul a szélen Tóth Gergő, meg is kapja a labdát. Jól adja középre is. Ez egy komoly lehetőség volt. Azért elég mély ott a pálya talaja. Pajor volt az, aki érkezett, de nem találtál a labdát. Úgy említettem, hogy túljutott a Magyar Kupa országos főtábláján az első körön, hát most mondjuk úgy, hogy a hatodik fordulóban a Csácsenese, ott a sorsolást majd október 10-én este 4-8-kor tartják, amit a televízió majd élőben közvetít, hát sok sikert a folytatásban a Csácsenese gárdájának, és egyedül a Teskándiak, az öt zalai induló közül egyedül a Teskándiak estek ki, ez azért mindenképpen jó dolog, ez egy remek átadás volt. És Szabó Martintól pedig egy remek keresztezéssel vették el a labdát, hogyha minden igaz, akkor Pap Tamás volt az. Tóth. Simon Falvi. Ha kapott egyet, Simon Falvi Gabó fogja is a bal térdét. Megint Tóth László. Továbbra is a földön. Egy távoli, kellemetlen lövés éppen a kapus előtt pattant le a földre, de nem okozott gondot, vagy komoly gondot Paksi Zsombornak. Simon Falvi még mindig fogja a lábát, most kerül hozzá, nem is nagyon vitte tovább. Egyből ott hagyta Tóth Gergőnek. Egy labdavesztés, és megint fordulhatnak a Hidaiak. Ez most nem volt jó indítás Szabónak. Varga. És valamit látott a játékvezető. Szabad rúgás. Előre lehet hozni. Ott a felezővonal környékéről Simon Falvi sarokkal tette hátra Takácshoz, aztán Tóth fejjel tovább. Pajor hátra. Pap Tamás. Simon Falvi. Bíró át a másik oldalra Vargához. Elveszíti a labdát a Csács. Aj, de szép megmozdulás. Aztán tovább tud még menni Szirai. Igaz, csak két kékmezes elől. Szirai. Így lesz. Egy hajszállal, de előrébb lehetett Szirai, mint a vonal. És Pap Tamás is kap egy sárgát egy korábbi szabálytalanságáért. Ez most már a harmadik hazai figyelmeztetés. Dobos Sándor közben a kispattól adott utasításokat a játékosainak. Ő egyébként Letenyei illetőségű, mármint Dobos Sándor tevékenykedett Letenyén is, de most már, hát nem is tudom, nagyon-nagyon régóta az András Ida gárdáját irányítja.
egy kiváló edző, és mondom, egy nagyon-nagyon jó futballista volt Dobos Sándor. Még a régi NB egyezetében. Húha, egy kemény falt, Csongár. Varga állítja le, közben felmutatja Lapad Dávid, és sípott, tehát majd csak ennek hangja után lehet elvégezni a szabadot, ez megtörtént közben. Jól kanyarodik, és van is egy fejes. Nem sokkal a jobb alsó mellett pattogott el a labda. Felhördültek azért mögöttem a nézők, de ott volt Círjék, ő pontosan látta, hogy ez mellé megy, majd kikísérte a labdát, mondjuk úgy. Nagyon gondosan állítja le az öt és feles vonalára a Círjék a labdát. Aztán nem csak kézből, földről is hosszan teszi előre Pajor. Ahogyan visszahúzta, akkor csúszott ki a vonalon túlra a labda. Csongár. Ez egy remek labda átvétel, és mehet tovább. Hát, azért reklamálnak ott a András idei játékosok. Pajor Imrét néztem, ő rá emlékszem még, és nem tudtam, hogy Honnét az Etéből, vagy András Idáról, aztán közben nézem a papíromat, mind a két együttesben játszott. Tapolcán, Keszthelyen, az Etében, András Idán, Kozármislenyben, illetve Hévízen focizott Pajor. De akkor valószínű, hogy a András Idai pályáról emlékszem rá. Nála a labda. Péntek. Bogyó. Jól teszi tovább Pajor. Egyelőre kis területen adogattak a házigazdák. Simon Falvi belefordult. Az egyik András idei játékosban nem jött be a csel. Ő is ezt a rálépek fordulom, vagy fordulok cselt próbált ezen a talajon. Ezért nem egy egyszerű mutatvány ezt a szinten kivitelezni, ahogy azért láttuk a mai mérkőzésen már, illetve ez mondjuk Babati Benjaminra jellemző közetében. De nem tapadt meg a stopli alatt a labda, nem tovább csúszott, és ezért vesztette el egyensúlyát Simon Falvi, és ütközött a vendégek játékosával. Círjék végezheti majd el a szabadot, ezt tette előre, közben azért félszemmel figyelem itt a kedves nézőink hozzáírás, beírásait, illetve hozzászólásokat. Gárdony Nagykan is a 0-2, ez is nagy köszönet a részeredményért. Nagy Zoltán kedves nézőnknek. A továbbítás most nem volt jó. Varga egyből tenni előre, és el is jutott most Pajorhoz a labda, aki bőven elérte még a vonal előtt. Nagy sprint a szélen, Pajor befelé húzza, aztán nem jól adja középre. Simon Falvi még mellett tovább. Varga, aztán itt akad el a Csácsiak támadása. Ezt Szirainak, vagy ezt Szirainak szánták. Majdnem azt mondtam az elejénél, Szirainak jó, de nem lett jó végül is. Simon Falvi. Varga tette hátra, aztán Takács, Pap Tamás. Pap Tamás sem mai gyerek, mindjárt nézem, hogy 79-es, tehát közel a 40-hez, 40 fölött. Jó labda kihozatal Simon Falvi részéről, na még egyszer nézzük Pap Tamás, 1979, 10. 19 ságodon kezdte a pályafutását, Egervár, Göcsölyeská, tolajmunkásban,
focizott, utána aztán Nagy Kanizsán, majd az AT-tól igazolt. Most a nyáron Csácsenese gárdájába. Közben cserélnek a hazaiak. 8-as számú Varga Márk jött le. És azonnal mondom majd, hogy ki érkezett a narancssárgákhoz. Lehet, hogy Vizsi Bence. Van egy szabadrugás, nem Vizsi Bence, hanem Giber Péter. Giber Péterről is hát, ha tudok mondani valamit. Ő 99-es, tehát fiatal játékos. Nemrég töltötte be, hát nemrég márciusban a 21. életévét. Cserszeg Tomolyan valamint Hévízen futballozott korábban. Ez nekem egy picit gyanús, onnét még ezért hiányzik egy-két csapat véleményem szerint. A rövid felé tartott, rajta volt Círjék, de kibólintották előle, úgyhogy jöhet egy újabb hazai szöglet. Ez most már a negyedik lesz a találkozón. Mondom, ha nem felejtettem el strigulázni, akkor eddig a kékek egyszer végezhettek el sarokrugást. Jól látom, Pajor van talán ott a labda mögött. A hosszú felé. Ez nem jutott el a címzethez. Viszont megharcol a labdáért Tóth Gergő, és meg is szerzi. Jó a továbbítás, Bíró. Pajor. Pontos labdát kapott, szépen vettem erre. Pajor rendkívül sokat van játékban. Jónak tűnik a beívelés, és egy élekszögből előtt labda. Épp az előtt pályára lépett Giber volt az, aki kapásból elvállalta, de kirúgás a vége. Legközelebb majd akkor a jövő hétvégén elvégben két futballmeccset közvetítünk. A tervek szerint a két András idei csapat összecsapását. Hát igen, majdnem, hogy nem szó ismétlés, vagy mégsem. Illetve vasárnap pedig majd a Kanizsa, ha minden igaz, jól emlékszem, akkor Bicskére utaznak, mert a kanizsaiak. És a tervek szerint ott leszünk majd ezen az összecsapáson is. Jöhet egy szöglet. Igen, úgy látom, hogy a második sarokrugásához készüli az András idei együttes. És Cseke fogja majd beívelni. Nem tudjuk még, hogy mi lesz a kosárlabdázókkal. Hallunk mindenféle információkat, hogy mi hogyan, de hivatalosan még nem, eddig nem is mondom el őket, hiszen pletykákat nem akarok közzétenni. Tóth László lesz végül is, aki majd elvégezheti a szögletet. Az biztos, hogy a Zete férfi kosárlabda csapatának első idegenbeli mérkőzése ez elmaradt, pontosabban, mert később játsszák, Pécsein lépett volna pályára, az alakelemi az ETLKK, de az első két pécsi mérkőzést elhalasztották, sajnos többen fertőzöttek a baranyai együttesből. Bogyó szépen vette le, aztán teszi is tovább. Péntek, és Tóth volt az, aki odaért, közben lesz egy váltás majd Dobos Sándor együttesében is. Hegedűs Viktor ment le, az biztos. Neki volt egy sárga, és 10-es számmal Pataki Gergő érkezett
Ez volt az első András Hida csere, ugye korábban, egy pár perce korábban pedig Varga Márkot Giber Péter váltotta a Csácsiaknál. Van egy kis lögdösődés, ezt megunta már a játékvezető, ott pattogott a labda, úgyhogy körbe táncolta a két játékos, egymást taszigálva, végül is kifelé jár a szabadrugás, tehát a vendégek jöhetnek majd pontrugással a 16-os előterében, és Círjék lép ki a kapujából, hogy ő emelhesse majd előre, ezt már bemutatta, hogy kézből, illetve földről is óriásit tud rugni. Nem cáfolt rám Círjék Tóth felé, sőt Tóthoz érkezett a labda, csak és nem találta el a Hidai kapitány. Csupaszív játékos, illetve egy villámgyors futbalista Tóth László, akárhányszor találkozunk vele, akár városban, akár kint András Lenne sporttelepen, mindig egy jót beszélgetünk. Nagyon kedves, barátságos fiú. Jöhet egy újabb beadás, ezúttal jobb szélről. Van egy bólintás, aztán Tóth Gergő. Pajor kiemelik előle, Szirai. Szirai indulna, de nem kapja a labdát egyelőre. Csongár Péter volt az, aki nem tudott más tenni, mint hátraadta. Lerázta a támadókat magáról, Cafit, aztán Círjék. Most nem sikerült a hosszan előre emelnie, mint korábban, ez viszont így les. Azt mindenképpen el lehet mondani, hogy mind a két együttes láthatóan felkészült a másikból, és talán ez az én szubjektív véleményem, talán egy picit jobban megszervezték a hadrendjüket Tobos Sándorék. Véletlenül sem szeretnék senkit megbántani, mert egy jó löket, ami kipattan, és elmegy a kapu mellett az ismétlés. Ez zicser volt. Egy bomba, ami lejött Paksiról, kijött Paksiról, és Szirai érkezett, és ő gurított a jobb alsó mellé. Talán túlzás lenne kijelenteni, hogy ezzel lerendezhette volna a mérkőzést az András Hida, de hogy komoly lépést tett volna a győzelem felé, az biztos. Pajor, aztán Pap Tamás. Átkerül a labda a túloldalra, Meidl. Bogyó, jól indul el Bogyó Károly. Ez egy picit lecsúszott, jön egy fejes. Mellel szépen Péntek Botond. Jön a középreadás, Círjék pedig szólt a védőknek, hogy ott ő az úr, mármint a levegőben le is vette. Közben jött egy néző a játéktérre. Egy kutyus formájával, nem szegényt ott viszik le. Simon Falvi Gabó volt az, aki először érkezett a kis kutyához, aztán végül is szerintem itt a ház alatti kertből szökhetett meg. Ez keltett egy kis derültséget itt a lelátón mögöttem. Hát érdekelte őt is a mérkőzés. Nem talált otthon jobb programot, kijött meccsre. Egy szép labdalevétel Sziraitól, aztán jó a továbbítás is. Szirai jól kapja vissza, az előbb zicsert hibázott. Jól tolja meg, és jól áll be elé Pap Tamás, nem volt szabálytalan. Mehet tovább, ezt mutatja a lapat játékvezető. Jól használta ki testi erejét Pap Tamás, és hát eltolta egy kicsit a labdától az András Hidai játékost. Pardobással folytatódhat majd a találkozó. 1-0-ra továbbra is a vendég András Hida vezet. Gyorsan ránézek még itt a sorsolásra, hogy milyen mérkőzések várnak a csapatokra. Azt már említettem, hogy a következő fordulóban a két hidai gárda találkozik majd. Illetve, hogy a Csács majd a Balaton partjára, Jenes Diásra utazik. Azt követően jön a Femad Csesztreg. Ide
Nemesapáti sporttelepre mennek a Hévízhez, hát a Hévíz az most sajnos csak árnyéka önmagának, ugye elment szinte az egész csapat, ugyan kiestek az NB3-ból, majd pedig a Szepetneket fogadják még október 25-én, ez volt a Csács Enese programja. Gyorsan nézzük akkor, a Lentibe utazik majd az Andrássyda, aztán a Zalakomár gárdát fogadja, majd pedig a Semjéháza vendége lesz Dobos Sándor együttese. Ez az októberi programot mondtam el, tehát talán egy picivel könnyebbnek tűnik. Hát nem biztos. A Magnetik is egy nagyon nehéz meccs lesz, a Lenti. Most rúgott egy 9-est a Letenyének. Láttuk a közelmúltban a Lenti gárdáját, nem rossz csapat. Ez pedig Les volt, ezt mutatja a két lapat. Lapat Dávid játékvezető, illetve Lapat Ádám zásztajával segített. Ők lehet, hogy rokoni kapcsolatban vannak egymással, mert igen hasonlítanak. Egy gyönyörű labdaszerzés. Aztán van egy jó ütemű közbelépés. Szirai volt az, aki elcsente a labdát, és elindulhatott itt a jobb szélen, de nem jutott sokáig. Pap. Giber. Ez egy pontos labda. És még oda tudott piszkálni az utolsó pillanatban Szabó. Pajor elől kotorta ki a labdát az oldalvonalon kívülre. Gyorsan elvégezték a pardobást a házigazdák. 28. percben járunk. Simon Falvi. Aztán péntek. Bogyó. Tóth Gergő. Nem tudott a kapu felé fordulni Bogyó. Tóth húzza meg a szélen. Átteszi a másik lábára. Beemeli. Hát ezt lehet, hogy egyből el kellett volna lőni. És megpróbáltak indítani, vagy inkább kiemelni a Hidaiak. Van egy fejes, húha, egy lendülő lábba futott bele Bekes. Giber volt, aki eltalálta, de semmi szándékosság nem volt a dologban. Na, oda hív két játékos, Giber az egyik. Illetve Cafit, a másik játékos, akit odahívott magához most Lapad Dávid. Gondolom, hogy összeszólalkozott a két játékos egymással, és ennek próbálta elejét venni, hogy ez akár elfajuljon kakaskodásig, vagy akár a pályán legyen majd ennek valami törlesztés formája. Egyébként azzal, hogy nem vett elő sárga lapot, Lapad Dávid abszolút jól döntött, mert semmiféle szándékosság nem volt ebben a Giber mozdulatban. Ő a labdát próbálta elrúgni, nem volt magasan a lába, és ebbe a lövésbe lépett bele, úgymond Bekes. Bogyó. Giber. Jó, a tovább tett labda. Bíró, aztán Giber kéri vissza. Őt előzték most meg, Papp Tamásnak kell figyelni. Fejjel megoldja. Jól fedezi a labdát Tóth Gergő. Jó, hát egy picit hosszú volt a kényszerítő Bogyó, amit visszaadott. Most egy picit kapkodó a játék ezekben a percekben. Simon Falvi azért már szorítja az idő a Csács Enese gárdát, és ők nem akarnak pont nélkül maradni, ebben 100%-ig biztos vagyok. Jön középre a labda, aztán van egy tisztázás. Az utolsó pillanatban Fábián volt az, aki kivágta a labdát az oldalvonal kívülre. Gyorsan elvégzik a pardobást, megint csak egy kiemelt labda, Tóth Gergő veszi le, egy távoli löket, ez nagyon lecsúszott, ez jókor a derültséget kelt itt a nézőtéren, de meg lehet próbálni, egy ilyen mély talajú, egy eléggé egyenletlen pályán egy felpattanó labdát ellőni, hogy az oda menjen, ahova szánják, hát lecsúszott, a legnagyobbaknál is van ilyen. Közben egy labda bekerült Círiek kapujába.
már a kapu mögött a padokon, ott örültek egy picit a nézők, ők valószínű, hogy hazaiaknak szurkolnak, ők megünnepelték, hogy gól, de természetesen nem az, és Mámac Irjék abszolút magabiztosan véd, remek formában, mert ezt már korábban is mondtam, nem lesz neki könnyű gólt lőni, meg a védelem is jól áll a lábán. Tóth tett előre, Giber Pajort kereste volna, de nem volt pontos most a labda, Simon Falvi ért oda, aztán egyből el is vette a labdát, Gibertől kapja vissza Simon Falvi. Jó a továbbítás, Bíró András, meg a fordítás is jó Bogyónak, Bogyó Károly. Giber, Bogyó. Előtte félfordulatból két játékoson is megpattant, így lelassult a lövése, úgyhogy Círieknek nem okozott gondot. Ami bennem motoszkál, hogy én láttam teremben játszani Bogyó Károlyt, hát amit ott ő tud művelni a labdával kis területen, tipikusan azt a technikás futszált játsza. Ha valaki ilyen technikai adottságokkal rendelkezik, akkor lehet, hogy őnek egy picivel talán többet is lehetne vállalni. Szépen osztogatja le a labdákat, de most ez a lövés, amit láttunk tőle az első fél időben, igaz, hogy labdát sem nagyon kapott, de ő úgy gondolom, hogy egy-két cselt minden további nélkül megengedhet magának, és abból akár lőhet, vagy lepasszolhatja. Egy komoly lehetőség megint az András idejek előtt. Pataki került helyzetbe, de aztán végül is a lövése elkerülte a kaput, ott már estében tette a kapu felé, közben Simon Falvi veszítette el a labdát, Csongár, ez így les lenne, de Tóth ezt érezte, úgyhogy nem is ért a labdához, nem kellett emelni a zászlót, ezt megspórolta most Lapat Ádámnak a Hidai kapitány. Péntek. Jó a továbbítás, Bíró András. Bíró még, tartja a labdát, de igen-igen gyötrik. Giber, ezt eltekerték oda az üres területre. Egy picit dohognak a kedves nézők itt mögöttem, hogy Varga Márkot nagyon korán levitte le Pár Attila. És ő azért elég sokat vállalt az első fél időben, voltak jó, illetve kevésbé jó megmozdulásai, de ettől függetlenül az egyik motorja volt a Csácsi együttesnek. Gyorsan elvégezték, sőt inkább úgy mondhatom, elkapkodták most a házigazdák a szabadrugást, aztán hosszan előre a labda, Takács Csoma a kedvezőbb helyzetben, meg is oldja Pap Tamással. Simon Falvi. Tóth Gergő. Egyelőre nézi, kinek lehetne adni. Bogyó. Kicsit kijebb csalogatta a védőt, aztán úgy tette tovább. Tóth csak hátra tudja adni. Pap Tamás. Takács Csoma. Átkerül oda a túloldalra, most már a labda. Simon Falvi fölött elpattant a labda, Tóth László fejjel tudott hozzáírni, aztán most Simon Falvi, egy emelés, mehet tovább, mutatja a játékvezető Mail, nem bocsánat, Giber volt az a... Ez már azért történt, most egy picit megint felgyorsultak az események, mert lent maradt egy András idei játékos ott a 16-oson belül, az előbb Giberrel ütközött, nem láttam, hogy ki van lent. Szabó Martin lenne az? Igen. Szabó Martin, aki most már föltápászkodik a gyepről. Simon Falvi végezhet el egy szabadrugást.
10 perc van még hátra rendes játékidőből, és jöhet majd egy hazai szabadrúgás. Közben lesz egy váltás az András Idánál, nagy tapsot kap. Szerintem Csongár lesz az, aki lemegy. Így van, Csongár Péter. És most már csak az érkező játékost kell kiderítenem, hogy ő ki. De egy időben szinte az egész Andrássy gárdát ismertem, most már azért a fiatalokat nem. Hatossal Czotter Benedek érkezett. Na, Simon Falvi a hosszú felé. Tóth Gergőnek már lendült a lába, de nem ért el oda a labda, aztán egy egészséges emelés előre, ezért még elment Szirai. Na, most már csak azt kellene kiderítenünk, hogy mi is történt. Valójában egy szögletet rúghatnak a hidaiak. Ezt a sarkot nem nagyon látjuk, talán a kamera egy picit jobban. Tehát a harmadik szöglet jöhet majd vendég részről. Laposan középre, még ott pattog a labda, 16-oson belül. Kalamár, aztán Szirai azt nézte már, hogy kinek lehetne középre adni, közben leleste a lábáról Tóth Gergő a labdát, és ő kísérte ki végül az alapvonalon túlra. A kirúgást gyorsan elvégezte Paksi. Szeretnék minél gyorsabban felvinni az ellenfél 16-osa előterébe, vagy 16-osán belülre legfőképp a labdát. A házigazdák, Simon Falvi sokat vállal, a második fél időben Gabul, de most elveszíti a labdát. Cafit volt az, aki jól csúszott közben, Szirai higgadtan viszi tovább, azt egy picit hosszan tolta meg, ebből megint lehet fordulni. Jó volt az első csel, sőt a második is, a letett labda is jó, Papp Tamás. Nem jutott el Giberhez a labda. Aztán fogják Szirait. Ez labda volt. Egyértelműnek tűnt innét. Nem is reklamál egyébként Szirai, inkább a lábát húzza vissza. Görcsöt kapott, vagy lábfejét. És segít neki Paksi Zsombor nagyon sportszerűen. Közben egy kényszerítő. Bogyó. Az alapvonalnál mentette meg a labdát. Ő teszi vissza. Bogyó. Levegőből tovább. Aztán visszazárnak. És Círjék pedig még a vonal előtt rávetődött a labdára. Újabb csere lesz majd. Közben Dobos Sándor mutatja a lapot Dávidnak, hogy lent maradt Szirai az ellenfél 16-osán belül. Bogyó Károly ment le, ezt már korábban említettem, hogy váltás lesz, azt nem, hogy ő megy le, de végül is őt cserélte le Lepár Attila. És 11-es Vizsi Bence érkezett, vagy érkezik, már bejött a pályára, de visszarendelték oda a felező vonalhoz. Közben nagyon szépen köszönöm a részeredményeket, most már harmadszor, kedves nézőinknek, Gárdony Nagykanizsa 0-3. Ez igazán jó hír az alaiaknak. Közben pedig megnézi Lapad Dávid Szirait is, hogy tudja folytatni a játékot. Dobos Sándor is picit tanácstalanul sétálgatott a kispad előterében. És valakinek szólt, hogy
két játékos is jöjjön melegíteni, vagy pontosabban a melegítésből vissza. Oda a kispadhoz, tehát úgy gondolom, hogy lesz még váltás a következő percekben vendég részről. Van egy csúsztatás, Tóth, és ki tette Meidl Zalán, Tóth László elől inkább a biztosat választotta, és kigurította az oldalvonalon kívülre a labdát. Közben megérkezett a két játékos oda a Hidai kispadhoz, mind a ketten elkezdtek vetkőzni. De hogy kik ők, azt egyelőre nem tudom megmondani. Majd akkor lesz érdekes, hogyha pályára lépnek. Tóth elvégezte már a pardobást. Ezt elvétették most a Hidaiak, úgyhogy kirúgással jöhet Paksi. El lehet indulni ott a szélen. Egy remek közbelépés Szabó Martintól. Bíró András. Ő indul el szemben a kapuval, földbe rúgott, szerintem letapadt a lába, nem volt szabálytalanság, Tóth Gergő. Tóth még. Pajor. Nem tudott a kapu felé fordulni Pajor Imre, és most kis területen próbálták ezt lejátszani, nem sikerült, és ráadásul a Hidaiak dobhatnak. Simon Falvi Gábor elment a labdáért, és most jön majd egy csere. Megint csak vendég részről. És ha jól látom, akkor Szirei Bendegúz, aki az előbb görcsöt kapott, ő sétál le a pályáról. A harmadik váltás a vendégeknél. Hát picit nehezményezik itt a házigazdák, hogy mármint a hazai szurkolók, hogy elég lassan végezték el ezt a cserét, de hát valamilyen szinten érthető. Vezeti az Andrásra, illetve sérült játékosról, meghúzódott játékosról van szó. 25-össel érkezett a korábban kezdőbe jelölt Fülöp Soma. Egy önfeláldozó közbelépés. Cafit volt az. Hiába támadja végig a második félidőt, vagy mondanám azt a második félidő jó részét a hazai együttes. Círieknek nem igazán volt dolga. Nem csak a második félidőben, az elsőben sem. Volt, amit korábban említettem, de az már Fücsó után. Az a két bravúr. Tehát az csak parádénak lehet mondani, aztán hoppá, egy kemény ütközet, nem volt szabálytalan, illetve alattomos sem. Nagyon figyelt arra Giber Péter, hogy ugye ki sodorták a lábát, és hát láttam már olyat magasabb osztályban, hogy ilyenkor azért vissza böknek, még véletlenül sem tette ezt Giber, nagyon sportszerűen tudomásul vette, hogy ez történt, és van egy játékos, András idei játékos, aki szintén sérüléssel bajlódik, és a kispadtól várják most a segítséget. Ezt mutatja Lapad Dávid játékvezető, hogy lehetne jönni. Hát jön a csapat orvos, Dobos Sándor vezetőedző személyében egy üvegvízzel. Ebben valami varázskoktél lesz nagy valószínűséggel.
rosszul foghatott talajt. András Idejak 21-ese, Kalamár Milán. Lehet, hogy az szája repett fel, de sűrű mossa az arcát, vagy megszédült. Most lekíséri Dobos Sándor. Lehet folytatni a játékot. Pajor és Simon Falvi mutatta Pajor Imrének, hogy rúgja ki az oldalvonalon kívülre. Aztán Simon Falvi Gabó megint nagyon sportszerűen odaadja az ellenfélnek kézbe, hogy ne teljen az idő ezzel sem. De a sportszerűség volt az első. Csere van. Térdel sodorta, vagy combbal sodorta el a labdát Simon Falvi, közben egy lendülő lábat elsodort. Nem gondolnám, hogy ez szabálytalan volt, vagy olyan szinten volt szabálytalan, csak a Patrik lábát vitte el, de most már talpon a Hidai játékos. Nem volt semmi szándékosság, ő a labdát sodort, és közben lendült egy láb e felé. Akkor megismétlik a pardobást. És egy csere volt a Hidaiaknál. Hát megpróbálom majd kideríteni, hogyha sikerül, hogy kiment le, illetve kijött. Már a hosszabbítás van járunk, és én nem láttam, de azt mondták itt a hátam mögött ülő szurkolók, hogy 5 percet mutatott a játékvezető akkor, amikor én nem figyeltem oda. Német András, nem Német András. Egy sárga lap, közben lepár Attilának a kispadon. Illetve Horváth Jánost is, aki nél mindig bejelentkezünk, hogy jöhetünk-e közvetíteni, hát őt küldték el a pálya területéről. Pedig nála tisztelettudóbb, udvariasabb embert ritkán látok. Lehet, hogy a mérkőzés az egy másik kategória. Itt mondják, hogy ő az elnöke a klubnak. Én nem tudtam korábban, megmondom őszintén, de mindig olyan tisztelettel beszél velünk Horváth János, hogy majd, hogy nem megható, amilyen kedvességgel, illetve tisztelettel elmondja, hogy szeretettel várnak itt bennünket a mérkőzésre, soha semmiféle olyan kérést nem tudtuk támasztani a helyiekkel szemben, amit ne teljesítettek volna. Bármiről volt szó, mondjuk nagy igényeink nincsenek, de mire ideértünk már az áramot megoldották, kihúztak itt, vagy 40-50 méter kábelt volt, amikor még kis napellenző sátrat is, vagy ilyen kis ernyőt is állítottak nekünk, úgyhogy tényleg a legnagyobb tisztelettel és szeretettel fogadtak bennünket mindig. Ezt volt időm elmondani, mert szabadrugással jöhet majd Círjék. Az óránk szerintem megállt, igen, 90-nél a stopperem az megy, 49-15-nél járunk, tehát elviekben egy bő fél perc van még hátra a hosszabbításból, és továbbra is 1-0-ra vezet Csongár találatával a vendég András Ida, és ez egy nagyon-nagyon nagy kalp, egy fontos kalp, hogyha így marad minden az András Idai csapatnál, ott egy szabálytalanság a szélen, most már ezekkel a kis taktikai faltokkal minden bizonnyal tördelni fogja a játékot, hogyha egyáltalán lesz rá még ideje az András Idának. Közben nézem a másodperc mutatót, 10 másodperc még a beígért 5 percből, hogyha igaz az, amit mondtak a helyi nézők, de miért mondanának valótlant. Egy felívelésre talán lesz még idő, ha ezt kifejelik, úgy gondolom, hogy felharsan majd a hármas sípszó. Még ott van Giber, és itt a vége.
Círjé kikíséri, nem vette föl, úgy játékban van a labda, muszáj őt megtámadni, hogy kézbe vegye, és innéttől lehet majd előre rúgni. Túl vagyunk már az 50. percen. Még mindig engedi a lapad Dávid. Simon Falvi. Még egy szabadrugás. Az András Hidának, tehát ezt biztosan nem fogják elkapkodni. Talán most már egy picit megnyugszanak a kedélyek is. Dobos Sándor nagyon feszülten sétált föl alá ott a kispad előtt, egész mérkőzés alatt azért többször figyeltem. És megvan a 3 pont nekik. Nagy az öröm a vendégeknél. Természetesen továbbra is 100%-os a csapat. Mármint a Tar András ide a FC. És elszenvedi első vereséget, ráadásul hazai környezetben a Csács Enese. Egy küzdelmes, hát mondhatnám azt talán, hogy jó íramú mérkőzést láttunk. Hát azért nagy hajtás volt a pályán, és a vendégeknek sikerült megőrizniük a veretlenségüket, illetve a hibátlan mérlegüket. Közben Horváth János is visszatér a pályára, illetve megy gratulálni a játékosoknak, illetve megköszönni a játékvezetőknek a tevékenységet. És most mutatják neki, hogy ő már egyszer ki lett állítva, hogy nem jöhet vissza pályára. Én megköszönöm a figyelmüket. Még egyszer a végeredmény. Csács Bozsok, Nemes Apáti Ese, Tar András Ida FC 0-1. További kellemes vasárnap estét kívánok mindenkinek, a viszontlátásra, viszonthallásra.